Egy nappal korábban lépett életbe a teljes vesztegzár Sanghaj egyes részein. A lezárást azért vezették be, mert hirtelen megugrott a fertőzöttek száma. A 26 milliós kínai várost ezért 13 ezer fertőzött miatt lezárták. Sanghajt két részre osztották, és mindenkit letesztelnek. A keleti város részben hétfőn, a nyugatiban ma kezdődik a vesztegzár. Készülnek az élelmiszercsomagok a fertőzöttek számára Sanghajban. A kínai metropolisz keleti része hétfő óta van teljes zárlat alatt. A karanténban lévők napi szükségleteinek ellátásáról teljes mértékben a hatóságok gondoskodnak. A kizárólag házhoz szállítást kontaktmentes módon oldották meg. A futárok nem léphetnek be a lakónegyedek területére, a csomagokat a járványügyi dolgozók viszik el a lakás bejáratáig. A 26 milliós városban eddig 13 ezer fertőzöttről tudnak. A koronavírus megfékezése érdekében két lépcsőben zárják le a várost. A keletiben pénteken már véget ér a blokád, a nyugati legnagyobb részében akkor kezdődik. Az emberek kígyózó sorokban állnak a teszt központok előtt, és a konténerkórházak is felkészültek a betegek fogadására. A város üzleti és pénzügyi központjában, amelyet most zárnak le, 6000 cég működik. A dolgozókat három csoportra osztottuk. Az A csoport szolgálatot teljesít, a B csoport készenlétben lesz, a C csoportot pedig vészhelyzetben küldik ki, mondta a személyzet egyik tagja. Van olyan cég, amelyik a munkahelyen szállást és étkezést biztosít dolgozóinak a zárlat idejére. Sokan ezt a megoldást választották. Aki viszont ezt nem akarja, otthonról dolgozhat. A vizsgálatok szerint a március eleje óta tartó járványhullámot az Omikron BA2 altípusa okozza. Ezt a variánst az Egészségügyi Világszervezet rendkívül fertőzőnek nevezte.